Hiába kérte a fővárosi vízművek az energiaárak emelkedésének kompenzálását, a kormánytól elutasító választ kaptak. Tüttő Kata szerint ezzel abszurd helyzet állt elő, mert olyanok fizethetnek rögzített árat, akik nem szorulnak rá, miközben az ország összes vízszolgáltatója veszteséggel adja oda a vizet az üzleti szereplőknek. Tüttő Katát kérdezzük. Polgármester helyettes, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! A fővárosi vízművek ZRT kért kompenzációt, nem kap a kormánytól. Mikor kérte pontosan, és mennyit kért? Néhány héttel ezelőtt, ugye mi a helyzet? Hallottuk, nincs kiírva sehol, nem látunk semmilyen kormánydöntést, de hallottuk az iparágban, hogy van egy 20 milliárdos kormányzati támogatási pénz, amire a vízszolgáltatók pályázhat. Nem pályázhat. Hallották? Hol hallották? Hát nyilván a vízszolgáltatók beszélték egymást között. Van egy csomó ugye, szövetség, amiben tagja a fővárosi vízművek is, van egy csomó vezérigazgató, és ezért a fővárosi vízművek is jelezte az Energiaügyi Minisztériumnak, hogy Budapest esetében is a fővárosi ivóvízszolgáltatás, ugye 2 millió embert látunk el, és az áramszámlák itt is megnőttek a 3-4-szeresére. Ugye nekünk a kormány megemelte azt az adót 4,5-szeresére, amit azért fizetünk, mert csövek vannak a földben, ezt közműadónak hívják, ez több mint 3 milliárd forint, amit be kell fizetni, és írtuk a kormánynak, hogy ha van ilyen alap, akkor be tudjuk mutatni, hogy mennyit takarítottunk meg energiában, ennyi a többletköltségünk, amit jóvá hagyott, elismert a hatóság is, aki az árakat szabályozza, és erre kaptunk egy válaszlevelet. És mennyi ez a többletköltség? Tehát mennyi kellett volna kompenzációként? Mennyit szerettek volna? Ugye nagyjából 13 milliárd forint az a veszteség, amit fedeznünk kell valahogy az idei évben, és ebből 5,5 milliárdot kértünk nagyjából. Tehát mi csak nem is a teljes... De ugye miért van veszteség? Ugye ez a legabszurdabb helyzet. Ugye szerintem senki nem tudja, senkinek nincs a fejében, hogy a kormány nem csak a lakossági árakat kötötte meg annak idején, hanem az ország összes vízszolgáltatójának kötelező 10 évvel ezelőtti áron adni az ivóvizet a gyógyszergyáraknak, az automosoknak, az erőműveknek. Tehát nem csak a lakosságnak a rezsicsökkentésnek. Mert az más, mert nyilván az ember lakossági terheket, főleg ilyen inflációs környezetben nem akarja növelni. De az, hogy veszteség van azon, hogy mondjuk az akkumulátorgyáraknak, meg bármilyen üzemnek, vagy egy olyan erőműnek, akitől közvetve sokszoros áron veszi mondjuk a vízszolgáltatáshoz a fővárosi vízművek az áramot, annak féláron kell adni a vizet. Minden eladott köbméteren óriási veszteség van. És, ez, tehát, és úgy, hogy nincs kompenzáció. Tehát a kormány úgy kötelezi az ország összes vízszolgáltatóját erre, hogy ennek semmilyen kompenzáció nincs, miközben ezek profitot termelő vállalatok. És ezért van az egész országban az összes vízszolgáltató bajban, mert ugye mindenki bajban van, de emiatt van bajban. És mi mindenki volt bajban van, de azt mondta, nem mondhatja, bocsánat, igen, azt a kormány, hogy hát tetszettek volna odaadni azt a vízközművet, nem lenne semmi gond. Ugye a kormány azt mondta, hogy amelyik önkormányzat átadja ezt a vagyonát, mert tulajdonképpen ez egy önkormányzati vagyon volt, annak állják ezeket a veszteségeket, hát akik meg nem, az meg akkor fizesse ki az önkormányzat, mint most a fővárosi. Hát ugye láttuk, mi lett abból, hogy a kormány államosította az egészségügyet, láttuk, hogy a kormány államosította az oktatást. Éppen nézem azt a szörnyűséget, ami jön szemben a hulladék kezelés államosítása, majd magánosításából. Hát ebből nem kérünk. Tehát ugye volt olyan agglomerációs polgármester, nem fogom nevén, mert zárt körül beszélgetés volt, aki nagy nehezen szabadította ki a települését az állami rendszerből, és került a fővárosi vízművekhez, és azt mondta, ha mi odaadjuk az államnak, akkor ő lemond aznap. De most mert akkor, annyira... akkor mi lesz? Ugye itt van ez az 5,5 milliárd forint, és a válaszban nem csak annyi volt, ha jól olvastam, Németh Zsolt államtitkár válaszolt, hogy elutasítja, hanem az is ott volt, hogy hát azért a fővárosi önkormányzat az ország leggazdagabb önkormányzata, és elsőként ők azokat a településeket támogatják, ahol kisebb az önkormányzatok anyagi ereje, tehát azt várja a kormány, hogy önök fizessék ezt. Hát persze, meg mindent. Tehát nyilván az összes adóforintunkat így is a kormány kasszájába folyik be. Ahogy látom, a magyar kormány éppen üzemanyaghoz kapcsolt jövedéki adót fog emelni, miközben 0 forint marad. 0 forint az itt befizetett jövedéki adóból arra, hogy az utakat életben tartsuk, hogy a hidakat karban tartsuk, vagy felújítsuk. Ugye a Lánchíd 6 milliárdot is gyakorlatilag hiába várjuk minden ígéret ellenére. Tehát persze én mindent értek, csak azért szerintem azért kell erről beszélni, mert
erre az abszurd helyzetre egy darab kormányzati szereplő se tudott nekem értelmes választ adni, hogy miért kell vesztességgel, pazarló módon vizet adni a legnagyobb vízfogyasztó erőműveknek, akkumulátorgyáraknak, gyógyszergyáraknak. Tehát, mi? Tehát erre nincsenek válaszok, de az a hiány mégiscsak ott van, és akkor mi fog történni, hogyha itt marad ez a hiány, honnan lesz kifizetve, vagy mi történik, csődbe megy a vízművek? Hát nyilván nem Budapest, mindig ezt szoktuk mondani a fővárosban, hogy két alappillér van a működésben, legyen szó közlekedésről, vagy ivóvízszolgáltatásról, hogy a közszolgáltatásoknak működnie kell, a béreket fizetjük, ezt a harcot meg nyilván a nyilvánosság bevonásával vívjuk a magyar kormánnyal, hogy ez nem a főváros problémája egyedül, nem minket folytanak csak meg ezzel, az ország nagy részén gond, és ugye... Hát valahogy előteremtik ezt a pénzt. Hát ezt a pénzt elő kell teremteni, a közszolgáltatásokat működtetni kell, de azért azt lássuk, hogy az elmúlt 10 éves árszabályozásnak az igazi árát abban fizette meg ez az ország, hogy senki nem tudott csöveket cserélni. Tehát van sok ezer kilométer cső, és gyakorlatilag leállt ezeknek a cseréje. Egy része európai uniós forrásból volt, de ugye az sem ad. Tehát, ha jól értem, az sincs. Van még egy dolog, amire nagyon kíváncsi vagyok. Vannak olyan városok, akik szintén nem adták át. Pécs, Cegléd, Debrecen, Eger, Szeged, nem sorolom. Ők kaptak? Tud olyan városról, ahol kaptak kompenzációt? Kik kaptak? Mivel nincs nyilvános lista, ugye ezért az országgyűlésben Tóth Bertalan benyújtott ezzel kapcsolatban egy kérdést, hiszen neki egy országgyűlési képviselőnek válaszokat kell kapnia ezekre a kérdésekre, úgyhogy remélem ez meg fog érkezni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.